Köszöntöm nézőinket, rövid híreinket látják! A vendéglátóipari ágazatot is érinti az egyre több szakmában jelentkező munkaerőhiány. A szakképzés reagált a piaci igényekre, az iskolák a duális képzés keretében gyakorlati képzőhelyeket biztosítanak az éttermekben. Így éles körülmények között tanulhatják meg a szakma rejtelmeit a tanulók. Ezzel arra törekednek, hogy biztosítsák a munkaerő utánpótlást a vendéglátásban. December 6-a Szent Miklós napja, ekkor világszerte Miklós püspökre, a szegény gyermekek védelmezőire emlékeznek. A ma is igencsak népszerű Mikulás ünnep az 1950-es évektől kezdett valóságos kultusszá válni, amit minden évben a gyermekek körében hatalmas várakozás övez. Mikulásház. A tavalyi évhez hasonlóan idén ismét Mikulásház és karácsonyi hangulat várja a legkisebb városlakókat a városházatéren. A gyerekek énekszóval és versekkel köszöntötték a Mikulást. Ifjú divattervező rajzverseny a Lóránffy szakközépiskola tanműhelyében. A 7.-8. osztályos diákok tehették próbára rajztudásukat, valamint divat és stílusérzéküket. A verseny fő témája a csillogás és sport volt. Ennyi fért fél órás hírblokkunkba, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, következik a sportmagazinunk, a Kispad. Viszontlátásra!